Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, ahogyan azt vasárnapi választási műsorunkban is láthatták, hallhatták, több mint 60%-os támogatottsággal folytatja a munkát Székesfehérvár polgármestere, akit sok szeretettel és tisztelettel köszöntök itt a stúdiónkban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, én köszönöm a lehetőséget és a meghívást, és leginkább a bizalmat, amit a fehérváriaktól kaptam meg 2010 és 2014 után harmadszor, és most vasárnap köszönöm szépen, és igyekszem ezt megszolgálni. És érdekes a szám, hogyha már említette, 2010-ben ugye 18.200 fölött, 2014-ben 19.700 környéki, és 2019-ben pedig közel 23.000 szavaztökönre. Azért ez egy jó mérőszám is. Igen, és nagyon-nagyon megható és megtisztelő, amikor a választás előtt úgy gondolkodtam, hogy mi lenne az az eredmény, aminek valóban az lenne az üzenete, hogy egy legitimitása van magának a polgármesternek és a közgyűlésnek is, akkor én azt gondoltam, hogy ez olyan 60% körüli eredmény, illetve olyan 20.000 körüli szavazat, vagy jó lenne azt átlépni. Ez volt, ahogy szokták mondani, az én titkos vágyam, és mind a kettőt sikerült elérni, sőt, hát a szavazatszám nyilván egy magasabb részvétel mellett jóval magasabb lett, mindeddig bármikor is, akár 14-ben, akár 10-ben. És hogy miért tűztem ki célul ezt a két számot, annak pedig nagyon egyszerű az oka, hogy úgy érzem, hogy ebbe a szavazatszámba nagyon sokan vannak, akik régóta támogatnak, vagy adott esetben mondjuk a Fidesz vagy a KDNP szavazói, de ennél a számnál egyértelműen kijelenthető, hogy jelentős azoknak az aránya is, akik esetleg a világ nagy dolgaiban kicsit másként gondolkodnak, mint a mi politikai közösségünk, viszont a székesfehérvári munkával elégedettek, az itteni eredményeket látják, látják azt, hogy biztonságban, nyugalom van, és ugye nyugodt építkezés zajlik, és hogy nem pártpolitikai alapon vezetjük a várost 2010 óta, hanem valóban nem csak szlogen szintjén, hanem a tettek szintjén is mindenki polgármestere szeretnék lenni, és mindenkit szeretnénk szolgálni a közgyűlési önkormányzati munkánkkal, és én úgy látom, hogy több ezer, mondjuk úgy, hogy átszavazó adott nekünk bizalmat, ami szintén nagyon megtisztelő, nekik is köszönöm, és én bízom benne, hogy a következő években is azt fogják látni, érzékelni, hogy mi ezzel a lehetőséggel és ezzel a bizalommal élni fogunk, és talán egy jó visszajelzés ez arra, hogy sikerült közösséget építeni, és valóban mondhatjuk azt, megint azt mondom, hogy nem csak a szlogán, hanem a tettek szintjén is, hogy 100 000-en vagyunk egy csapatba, különösen most, hogy a választás lezárult, a kampányon túl vagyunk, és koncentrálhatunk arra, hogy a munka folytatásával minden területen magasabb szintre lépve következő években is fejlődjön Székesfehérvár. Mindjárt innen folytatjuk már, hogy a munkáról fogunk beszélgetni, de előtte nézzük meg, hogy 2010-ben a választás éjszakáján mit mondott ön nekünk a Fehérvár Televíziónak. Verseny ma lezárult, holnaptól munka van, a munka pedig Fehérvárért történik és zajlik, azaz én szeretnék minden fehérvári polgármestere lenni, hiszen azt hiszem, hogy egy város az akkor lehet sikeres, ha képes összefogni, ha képes együttműködni, és a verseny végeztével nem a versenyre, hanem sokkal inkább a városra koncentrálni. Én ezzel leszek, és remélem, hogy mindenki más is. Ha így lesz, akkor ezt a várost vissza fogjuk tudni közös erővel emelni oda, ahova ez a város történelmi múltja, gazdasági ereje, földrajzi elhelyezkedése okán azt hiszem, hogy tartozik, azaz a legjelentősebb magyar nagyvárosok közé. Mi elég sokat beszéltünk ebben a mai adásban arról, hogy hogy lehet megszólítani a fiatalokat. Egyáltalán milyen szerepe és milyen kötelessége van a város vezetésnek a fiatalokkal szemben? Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly kérdés, és nem csak a politikának komoly kérdés, hanem szerintem mindenkinek, aki a közösségekbe megkívánja szólítani a fiatalokat. Az biztos, hogy a saját eszközeikkel és a saját nyelvükön kell megszólítani, és csak lehet megszólítani őket. Azt kell, hogy érezzük, hogy értük és velük együtt történnek a dolgok, és nem felettük róluk. Ez egy szerintem komoly kérdés, hogyha ők azt érzik, hogy bizalommal fordulnak irányukba, és nem diktálni szeretnének nekik, hanem szeretnék őket bevonni mondjuk a döntéshozatali mechanizmusban, valóban megkérdezik őket, és valóban elmondhatják a véleményüket, és arra valóban kíváncsi az, aki megkérdezte őket, akkor szerintem igenis bevonhatók, nem a politikába, hanem a közösségi létbe, amit egy város, amit egy otthon jelent. Nos, hát azért vannak visszaköszönő gondolatok, illetve hát azóta lépések ezenek az úton, hogyha a fiatalokra gondolunk csak. Kicsit több volt a hajam, ez biztos, hogy változott, nem biztos, hogy előnyömre, de maga a tartalom, a szellemiség, mondani való, és az az attitűd, ami alapján mi szeretnénk ezt a várost irányítani, vezetni, szolgálni, azt gondolom, hogy nem.
hiszen minden mondatot én ma is vállalhatónak tartom, és talán érezhetjük úgy, hogy az elmúlt 9 év értékelésekor, most vasárnap a fehérváriak úgy ítélték meg, hogy akkor ezt nem csak megelőlegezetten ígértük, ők meg adták ehhez a bizalmat, hanem ennek megfelelően szolgáltuk Székesfehérvárt és ennek közösségét, minden fehérvárit és különös tekintettel a fiatalokat is, ahogy itt most a kérdésben erre külön akkor kitértünk, és talán most is érdemes, mert valóban az emberek megszólítása és bevonása nagyon fontos dolog. Mi magunk is tanultunk, akár ebben a 9 esztendőben is, akár saját hibánkon is, keresztül is, hogy mennyire fontos ez, gondoljunk mondjuk a virágóra kérdésére. Az országzászlótér felújítása azt gondolom, hogy mindenkinek tetszik, főleg most már csodálatos zöldbe borult, igazi virágos lett, de a virágórával kapcsolatban, miközben azt gondolom, hogy egy nagyon szép terv készült az egész térre, nem kértük ki külön az emberek véleményét, nagyon sokan a, mondjuk úgy, hogy a régebbi virágórákból szerettek volna ott valamit látni, következő alkalommal már a Városgondnokság elkészített többféle tervet, ezt közösségi média felületeken meghirdettük, és az emberek eldöntötték, és így van ez most is egyébként. Tehát látszik, hogy az embereket be lehet vonni, ők érdeklődnek, mert szeretik ezt a várost, tehát érdeklődnek a városuk iránt, és szeretnének beleszólni bizonyos kérdésekbe. Mi nekünk meg az a dolgunk, hogy megadjuk erre a teret, és nagyon sok technológiai megoldás van, ami erre lehetőséget ad. Egyébként lesz a jövőben még inkább ilyen, hiszen az a város applikáció, amin dolgozunk, és amit szeretnénk már a jövő évben bevezetni, ez a város applikáció kifejezetten fog olyan modulokat tartalmazni, hogy a fehérváriak beleszólási lehetősége egy mobiltelefon segítségével is lehetővé váljon. Így lehet közösséget építeni, és így lehet akár a nehéz ügyekben is megtudni, hogy mit szeretnének a fehérváriak, vagy elmondani, hogy mit lehet megvalósítani, vagy azt hogyan lehet és milyen módon elérni. Hogyha a fiatalokat már itt említettük, ugye most már olyan természetes, hogy van például fehérvári versünnep, vagy Fehérvár hangja, de hát ezek mind 2010 után indultak, ez is egy ilyen közösségépítő, vagy akár fiatalokat megszólító program, de gondolhatunk itt a Szóval Győznire és számtalan ilyen jellegű kezdeményezésre. Ezt is értettük azon, hogy bevonni a fiatalokat, megadni nekik a lehetőséget, hogy megmutathassák magukat, a saját és egyértelműen bennük lévő tehetséget, és azt is, hogy van véleményük a világ kérdéseiről, vagy a városok kérdéseiről, és ezt a maguk módján, a maguk technológiai eszközeivel, maguk nyelvezetével, de szeretnék is megmutatni. És a fiatalok abszolút partnerek ebben, hiszen kitalálhatjuk, megszervezhetjük, de ők nem jelentkeznek, nem vesznek benne részt, akkor nem tud megvalósulni. Azért tud megvalósulni, mert ők ehhez adják a saját nevüket, saját arcukat, a saját világképüket, a saját nyelvezetüket, és a saját kommunikációs eszközeiket és képességeiket is. Viszont ez visszaigazolódik, hiszen én azt tapasztalom a közösségi média felületeken, különösen az Instagram oldalamon, hogy a fiatalok a mindennapok kérdéseibe is beleszólnak, javaslatokat tesznek, mondjuk egy könyvautomata úgy kerül Fehérvárra, hogy szeretnék, igénylik egy Instagram oldalon tartott fogadóórán az, hogy ilyen Fehérvárra is kerüljön, utána bevonjuk őket a helyszín kiválasztásába, ezt az egészet egyébként növényzettel vesszük körül, ami őket nagyon megszólítja, a klímavédelem, környezetvédelem, és mi történik, utána magukénak érzik ezt a könyvautomatát, magyarul kulturális missziót is meg tudtunk valósítani, úgyhogy a fiatalok az elején, a megvalósítás során is, és a legvégén is egyébként be vannak vonva. Könnyebben mennek akkor azok az ügyek ezek szerint, amit magukénak éreznek az emberek, és mondjuk visszajelzést is kapnak arra, hogy kíváncsi is valóban a város a véleményükre? Igen, és én szeretném is őket erre biztatni, minden generációt. Most már annyiféle eszköz van, és talán tényleg nyugodt szívvel mondhatjuk azt, hogy a polgármester azért tényleg elérhető. Egyrészt itt élek a városba, itt mozgok a mindennapokba, nagyon sok helyre megyek, nagyon sok közösségi programon veszek részt, megtalálható vagyok személyesen, elérhető vagyok fogadónapon, lakossági fórumokon, Facebook oldalon, vagy éppen Instagram felületen, vagy ha az valakinek jobban tetszik, akkor Twitteren vagy Snapchaten, tehát bármilyen felületen, pont azért, hogy az embereknek legyenek lehetőségeik megfogalmazni a problémáikat, a kérdéseiket és a javaslataikat, és én ezt tényleg kérem is, és biztatom is őket, hogy juttassák el hozzánk, és ha van valami probléma, akkor ne rögtön abból az attitűdből induljunk el, hogy mert a gazváros, vagy biztos nem vette senki észre, esetleg kérdezzünk, jelezzünk egy problémát. Ezen az applikáción egyébként ilyen problémajelző, mondjuk úgy, hogy modul is lesz, pont azért,
hogy közösen tudjuk ezt a várost fejleszteni, és néha ez az kell, hogy valaki jelezzen, hogy itt ez a pad egyébként tönkrement, mondjuk, hogy az elmúlt napokról kérdezünk, miért van ilyen szakhatás a városban, és akkor rögtön el tudjuk mondani, hogy a város környéki mezőgazdasági földeken éppen trágyáznak, és a széljárás éppen olyan, hogy sajnos ezt a szagot behozta, senki nem örül neki, de akkor rögtön nem jönnek mendemondák, hogy ennek mi az oka, hanem rögtön lehet ezt tisztázni. És nagyon sok olyan dolog valósult meg az előző években, ami ilyen ötletek alapján valósult meg. Mondjuk egy koronás park. A koronás park az egy fehérvári polgár ötletéből indult el. Nagyon sokan kérték az óriás kereket, ami most azt gondolom nagyon-nagyon sokak számára egyfajta öröm. De mondjuk az a diagnosztikai központ irányhoz kapcsolódó fejlesztés, amit mi a kórházon keresztül szeretnénk megvalósítani, az is emberek által felvetett problémafelvetésből valósul meg. Az, hogy mondjuk a képes programon belül milyen óvodákat újítunk föl, milyen bölcsödékhez nyúlunk, a jövőben milyen iskolák felújítása történik, ez is ilyen jellegű emberektől érkező kérések, javaslatok, ötletek alapján indult el. Tehát én tényleg hiszek abba, hogyha a demokráciát komolyan vesszük, már pedig Fehérváron komolyan vesszük, akkor ez hozzátartozik, hogy aktív polgárok élnek a városba, és nem hagyunk mindent a polgármesterre, mert nem polihisztor, meg nem is feltétlenül jó, ha mindenről egy ember dönt, hanem adjunk neki javaslatot, ötletet, kérést fogalmazzunk meg, és a problémákat is tegyük föl kérdésként, és hogyha esetleg arra nem megfelelő válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, akkor nyilván kerülhet az a nagy nyilvánosság elé, de a közös célunk kell, hogy legyen, hogy a közös otthonunk Fehérvár fejlődni tudja, ezt pedig csak közösen tudjuk elérni. Mi is összeszedtünk néhány kérdést, a kollégám az utca emberének a véleményére és kérdésére volt kíváncsi. A kérdésem a következők lenne, hogy magát a városházát, ezt mikor fogják rendbe tenni, ha más nem a külső lábazati rész, mert méltatlan Fehérvárnak a környezetéhez, akkor azon kívül pedig hát több olyan izét, olyan hátrány szenved Székesfehérvár, hogy mikor fog megvalósulni a Burgundy reptér, ahol tudnak fogadni akár azért, olyan vezető nagyvállalatnak a vezetőit, akik itt fognak leszállni. De többek között, ami a Kína Budai út vége felé, mikor kezdődik el azért egy normális sportcentrumnak az építése, mert egy 100 000 lakosú városhoz szintén méltatlan, hogy mit tudom én, egy 2-3 000 fős, mit tudom én, Alba régi, vagy nem tudom milyen, vagy Videóton régi sportcsarnokba folytassák le a mérkőzéseket. Hogy mikor újítja fel a Táncsis Mihály általános iskolát, mert elég romos állapotban van, az elmúlt 60 évben nem igen történt semmilyen újítás rajt. Ezt szeretném megkérdezni, hogy esetleg tervez-e ilyet. Mondjuk a szennyvízi szapot. Az ezzel kapcsolatban mi lenne a konkrét kérdése, nyugodtan mondja. Hát ugye ez beszivárog nagy valószínűséggel a talajba, és a víz hálózatnak az ugye nem mindegy, főleg akik ott laknak közelben, de nem csak az a rész, hanem egyáltalában. Mert én még mindig láttam a betűs autót. Nos, hát volt itt többféle kérdés minden témakörben, talán mondhatjuk ezt. Hát akkor induljunk el mondjuk a végétől. A szennyvízi szap kérdéshez az önkormányzatnak az ég adta világon semmi köze nincsen. Ezt próbáltuk az elmúlt hetekben, hónapokban is elmondani, hogy nem az önkormányzat adott engedélyt, nem az önkormányzat az a hatóság, amelyik egyébként ellenőrzésre jogosult. Sajnos ez a kampánynak egy kiemelt területévé vált, dacára annak, hogy az önkormányzatnak az elmúlt 27 évben semmi köze nem volt a szennyvízi szap kérdéséhez. Ha csak nem az, hogy a fehérvári szennyvízi szap is ezen a bizonyos területen kerül elhelyezésre. Egyébként ez egy nagyon nagy aránya az ott elhelyezett szennyvízi szapnak. Azt is mondhatnánk, hogy a saját magunk mondjuk úgy, hogy terméke az, ami oda kerül, de az önkormányzatnak ebben nem volt engedélyező, ellenőrző szerepe sem, és ebben a pillanatban sincsen. Viszont egy nagyon fontos kérdésre rávilágít ez a kérdés, hogy hogyan lehet feleslegesen és hazugságokon alapulva mondjuk úgy, hogy riadalmat okozni. És szerintem ez egy közéleti szereplő részéről nagyon nagy felelőtlenség. Mert itt elhangzik ugye a szennyvízi szap és az ivóvíz közötti kapcsolat, miközben az ég adta világon semmilyen kapcsolat nincsen. Egyrészt ugye ott egy olyan talajzáró réteg van, amiből nem szivárog ki semmi.
másodszorban pedig a környéken lévő semmilyen olyan kútnak, bárminek a fejvári ivóvízhez nincs köze, ami egyáltalán a közvetlen környezetében van. Székesfehérvár az ivóvízét az nem a téglagyártól kapja, hanem Kincsesbányáról és Csorról. Semmi köze nincsen tehát ennek az ivóvíznek ehhez a területhez, miközben mondom, ez a terület vonatkozásában sem áll meg egyébként ez az állítás. Mi egy valamit szeretnénk az elejétől kezdve elérni, hogy külföldről szennyvíziszap Fehérvárra ne érkezhessen. Ezt az önkormányzat kifejtette, kezdeményezte a jogszabálymódosítást, én bízom benne, hogy ez hamarosan elfogadásra is kerül. Az ivóvízt viszont soha nem veszélyeztette, most sem veszélyezteti, és a jövőben sem veszélyezteti. Ez a kérdéskör, ezt szeretném aláhúzni, hogy még egyszer 27 éve zajlik, fél évvel ezelőttig senki nem foglalkozott vele. Utána sajnos a politika szerintem felhetszelve nagyon-nagyon sok embert méltatlan módon egyébként becsapva őket, hogy ez az önkormányzatnak vagy a polgármesternek köze van, emelte ezt a közbeszéd részévé. Külföldről ne érkezzen szennyvíziszap, viszont a Fehérvárit a jövőben is ezen a területen el kell tudni helyezni. Ami a fontosabb kérdéseket érinti, mert hogy fejlesztésekről szól, és valóban önkormányzati hatáskörökről is szól, azokon a fejlesztéseken érdemes végigmenni, de ebben nem tartoznak bele az oktatási intézmények közül az iskolák, mert hogy az iskolák kérdését, azoknak fenntartó jogosítványát és működtetését teljes egészében átvette az állam. Tehát alapvetően a felújításokról az államnak van lehetősége dönteni. Hozzátéve, hogy az önkormányzat eddig és a jövőben is hozzá kíván ezekhez járulni, mondjuk az Arany János iskolához 600 millió forinttal járultunk hozzá, de ígéretet tettünk arra is, hogy a Kodály esetében, ha az állam megvalósítja a nagy fejlesztést, akkor a homlokzat felújítást az önkormányzat fogja ellátni. Emellett az oktatás területén pedig kiemelten fogjuk kezelni a digitális oktatási rendszerek kiépítését, az okostantermeket, az Alba Innovár továbbfejlesztését, pont azért, hogy a fehérvári fiatalok a legkorszerűbb tudáshoz juthassanak hozzá, olyan eszközparkot is használva, megismerve, azon dolgozva, amelyhez már magyarországi településeken magyar diákok nem juthatnak hozzá. Ma olyan okostanterem működik már, ugye a Szénatéren, az Alba Innovárban olyan technológia van, a Titkok házában olyan technológia van, és az új robotika tanszéknél az Óbudai Egyetemen olyan technológia lesz, ahol a diákok olyan dolgokkal foglalkozhatnak, amit semmilyen más magyar településen nem kapnak meg. Ebben nagy része van, és nagy részt vállalt az önkormányzat, hogy ezt el tudtuk érni. Ebben van az önkormányzatnak feladata. Ahol nekünk nagyon nagy feladatunk van, mert mi vagyunk a fenntartók, azok nem az iskolák, hanem a bölcsödék és az óvodák. Itt van kiemelt feladata az önkormányzatnak, és azt gondolom az elmúlt években látszott is, hogy folyamatosan újítjuk meg az óvodáinkat, bölcsödéiket belülről és kívülről egyaránt, beleértve egyébként a játszótereket is, és az udvarokat is, részben Európai Uniós forrásból, részben állami forrásból, részben pedig az önkormányzat saját erejéből. Amiért az önkormányzatnak viszont dolga lobbizni, hogy az iskolák, beleértve az általános iskolákat, a középiskolákat is megkapják a fejlesztési forrásokat, illetve hogy a felsőoktatást tovább tudjuk bővíteni és erősíteni. Azért a Corvinuson most adtunk át egy 1,5 milliárd forintos fejlesztést, amivel egyrészt egy régi szép épületet tudtunk megmenteni, másrészt az abszolút 21. századi, szerintem ma az ország egyik, hanem legmodernebb egyetemi épülete és azon belül egyetemi könyvtára tudott létrejönni. A Városháza fejlesztési vonatkozásában nagyon örülök ennek a felvetésnek, és nagyon köszönöm az úrnak. Én is úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent meg tudtunk már újítani a belvárosban. Épp itt az ideje, hogy nekiálljunk majd a Városházának is. Nekiálltunk volna egyébként idén, de a választási szervek és az ahhoz kapcsolódó teljes informatika a Városházán van, azt pedig nem lehet csak úgy áttelepíteni, tehát gyakorlatilag ebben az évben a két lebonyolított választás okán nem lehetett a Városháza felújításának nekikezdeni. Jövő évben már szeretnénk. Részmunkák egyébként már megtörténtek, hiszen ha az úr megfigyeli, akkor a nyilászáró csere megtörtént. A Városháztér 2-es épület jelentős része felújításra került, de a főépület felújítása, homlokzat, tetőszerkezet, pince, belső átalakítások, felújítások azok valóban váratnak magukra, illetve az energiatakarékossá tétele a Városházának. Ennek egy jelentős részére egyébként már rendelkezésre áll az uniós forrás, illetve részben városi forrás is, több ütemben fogjuk tudni megvalósítani.
de a következő években meg fog történni a városháza felújítása. Ugyanúgy, ahogy az Egyházmegye elkezdte az Egyházmegyei Múzeum felújítását, és utána pedig meg fogja valósítani ugyanezt a püspökség, a püspöki palota tekintetében is. Tehát az egész főtér megújul, és azt gondolom, hogy tényleg méltóvá válik ahhoz, amit az úr is említett a város történelme vonatkozásában. Fölvetette a csarnok kérdését, mi magunk is azért küzdünk, hogy a rendezvénycsarnok, a multifunkcionális csarnok megvalósuljon. Arra a döntésre várunk, úgy tudjuk, hogy talán ez most hamarosan kormányzati szinten megtörténik, hogy az eredeti tervek szerinti kb. 6000 jégkorongbérkőzésről beszélünk, 6000 fő befogadására alkalmas csarnokot, vagy a 4200 fős csarnokot valósíthatjuk meg. Fenntarthatósági, üzemeltetési szempontból lehet, hogy a második az reálisabb lenne, különös tekintettel, hogy mellett, ugye emellett a beruházás mellett a Corvinusszal közösen és az Albafehérvárral közösen meg fog épülni egy kb. 3000 fő befogadására alkalmas kosárlabda és kézilabda csarnok, ami egyben egyébként az egyetemnek is egyfajta csarnoka lesz, úgyhogy ebben tudományos területek, laborok is meg fognak valósulni, tehát ez egy komplex fejlesztés. Tehát akkor mindenhol ilyen több igen, és utána lesz. Pedig kérdés, hogy mi történik az Arév csarnokkal, különös tekintettel, hogy valahol jó lenne, hogyha létesülhetne egy pár száz fő befogadására alkalmas, mondjuk úgy, hogy második színházépület, ami egyrészt a zenekart tudná bevonni, másodszorban pedig a balettszínháznak tudna megfelelő helyet biztosítani. Aztán még azt hiszem, hogy a Burgundy reptér is szóba került, mint téma. Itt is azért voltak folyamatosan híradások ezzel kapcsolatban. Igen, a repülőtérrel kapcsolatos összes alapterv rendelkezésre áll, sok esetben az engedélyek is, kormányzati döntésre várunk. Mi egy sport és üzleti célú repülőteret szeretnénk létrehozni, az Albatrosszal, mind a repülőteret megmentő közösséggel együtt. Azért itt fontos elmondanunk, hogy az állam az első nagy segítséget megadta, hiszen lehetővé tette, hogy megvásároljuk a repülőteret. Arra az állam biztosította a Modern Városok program keretében a forrásokat. Így ma már közösségi tulajdonban van a repülőtér. Ennek meg fog történni egy kis fejlesztése, amit helyi erőkből meg tudunk valósítani, és meg fog remélem történni a nagy fejlesztés is, mert én is úgy érzem, hogy szükség van. Nem feltétlenül egy nagy nemzetközi repülőtérre, hiszen annak azért nagyon sok egyéb hatása lenne, gondoljunk azért mondjuk a Ferihegy körüli kérdésekre, hanem egy kis repülőtérre, ami azért alkalmassá teszi Fejérvár környékén egy ilyen repülőteret arra, hogy ott mondjuk le tudjanak valóban olyan üzletemberek szállni, kicsit a turizmust is tudja szolgálni, vagy éppen a sportszervezetek, vagy éppen katonai személyek, szereplők is tudják használni ezt a repülőteret. Tehát valójában ennek az alap terveit mi elkészítettük, bízom benne, hogy hamarosan megszületik a kormányzati döntés. Van még egyébként ilyen kérdés, hiszen a kórházfejlesztésnek a második üteme tekintetében szeretnénk elérni, hogy a korábban eldöntött 7 milliárd forint az egészüljön ki, és kapjunk 14 milliárd forintot összességében a kórházunk utolsó ütemének megvalósítására, már a fejlesztések közül, és erre azt gondolom, hogy jó reményünk is van, remélem, hogy hamarosan ez is végleges kormányzati döntés lesz, és bejelenthetővé válik. Az utolsó ütemben azért nagyjából mi tartozik? Gyakorlatilag minden olyan egészségügyi részleg új 21. századi épületbe költözne, ennek teljes eszközpark cseréjével együtt, amelyik most még a régi, mondjuk hogy az udvaron lévő kisebb épületekbe, kis tömbházas épületekbe, pavilonokba került annak idején elhelyezésre. Ez nyilván mondjuk 100 éve nagyon modern volt, most már azért ezek épületek jelentős része elavult. És ezáltal el lehetne érni, hogy valamennyi egészségügyi ellátás tömbön belül lesz, azaz a tömbön belül mozgatással lehet egyébként bárkit elérni, vagy bárkit adott esetben az egyik részlegről a másikra vinni. De ami nagyon fontos, ez nem csak épületet jelent, hanem egy teljes vadonatúj eszközparkot is jelent. Ezzel párhuzamosan szeretnénk az ápolási osztály felújítását is elérni, és több száz új parkolót is létrehozni, részben a kórházban dolgozók részére, részben pedig azok részére, akiknek a kórházban akár ellátottként, akár beteglátogatóként érkezve ma nagyon nehezen találnak a kórház körül parkolóhelyet. Ezt gondolom, ezt is meg kell oldanunk a következő időszakban. Hogyha már kórháznál tartunk, akkor beszélgetésünk elején röviden érintettük azt, hogy a diagnosztikai központ elképzelés a kórházban valósítható meg. Mégis hogyan?
Ugye fölmerült ez a gondolat más politikai szereplőknél is, de ők ugye a fűtőerőmű területét határozták meg célterületként, ahol legalább még 2-3 évig a szép hő dolgozik, a fűtőerőmű része. Tehát ez nem lehet hozzáérni. Nem, utána ugye része a rehabilitáció, itt egy környezetvédelmi rehabilitációnak is meg kell történni, és utána a felújításnak, tehát mi úgy gondoltuk, hogy 2025-26 előtt ott az a diagnosztikai központ egyáltalán nem hozható létre, és ráadásul sehol nincs az a 10-12 milliárd forint, amiben ez kerülne. Viszont van egy diagnosztikai központ Fehérváron, a kórház mellett, a kórházzal együttműködésben, amivel mi tárgyaltunk, és ez a központ egyértelműen mondta, hogy ő tud többletkapacitást vállalni, ha ennek a finanszírozását a város megoldja a fehérváriak részére. Mi ezt szeretnénk 2020-ban elindítani, megoldani, és valamikor 2020-ban elérni azt, hogy úgy alakuljanak a várakozási idők, hogy az akut betegeknél nem lehet várakozási idő, tehát azonnali ellátás, azonnali vizsgálatokra van szükség, az onkológiai betegeknél a 14 napon belüli vizsgálat megtörténhessen, és egy hónapon belül pedig minden egyéb esetben a diagnosztikára szoruló ember az időpontot megkapja. Ez körülbelül egy olyan 100 millió forintos tétel lenne éves szinten a fehérvári lakcímkártyával rendelkezők részére. Erről nyilván majd a 2020-as költségvetésben lehet dönteni, de mi úgy látjuk, hogy ha a helyi gazdaság erős, akkor ezt meg fogjuk tudni valósítani. Tehát 2020-as költségvetésben ennek a fedezete már, tehát ez a 100 millió forint, ez szerepelni fog. Én bízom benne, hogy ez is előre mozdítja azt a lehetőséget, hogy igenis lehet kérdésekben konszenzust kötnünk, és adott esetben közösen megszavaznunk és támogatnunk egy városi éves költségvetést. Ugye most egy kicsit előre szaladtunk 2020-ra, az idei esztendő még mit tartogat Fehérváron? Először is fel kell állni az új testületnek, olyan nagy változás szerencsére nincs, hiszen a 21 fős testületben 17 fő már az előző közgyűlésnek is tagja volt, de egy kicsit más struktúrában, más alpolgármesteri feladatkörökkel fogunk dolgozni. Lesznek alpolgármesterek körében változások is, ezzel párhuzamosan fel fog állni az új tanácsnoki és bizottsági struktúra. Mi ezt szeretnénk már a lehető leghamarabban, ez valószínűleg jövő hét vége fele lévő időpontot jelent, összehívni az alakuló közgyűlést, pont annak érdekében, hogy november elején már meg lehessen tartani az első, mondjuk úgy, hogy munkaközgyűlést, hiszen szeretnénk minél rövidebb időre szűkíteni azt az idővallumot, amíg bizonyos kérdésekben nem lehetett közgyűlés hiány döntenünk. Tehát mi egy folyamatosságra törekszünk, biztonságra, kiszámíthatóságra. Ennek a legfontosabb alapvetése most az, hogy a közgyűlés minél hamarabb felálljon, erre fogunk törekedni. Bízom benne, hogy ezt meg tudjuk valósítani. És ezzel párhuzamos, hogy el kell fogadnunk a következő évek stratégiai programját, gazdasági programját, ez egyébként törvényi kötelezettségünk is, de szerintem úgy helyes, hogyha egy ciklus elején értékeljük, hogy hol tartunk, és hova szeretnénk eljutni a következő esztendőkben, akár városüzemeltetésben, akár városfejlesztésben, akár közösségépítésben, mely területek az önkormányzatnak van feladata, vagy azért, mert nálunk is van a hatáskör, vagy azért, mert az önkormányzat tud benne segítséget, támogatást adni, és így összeállítva lehet elkezdeni már a jövő évi költségvetés előkészítését, hiszen gyakorlatilag azt mi november-decemberben már elkezdjük, és valamikor február elején pedig el fogjuk fogadni. És hát vannak, itt el is hangzott néhány példa, olyan kérdések, ahol pedig az a dolga a polgármesternek, hogy lobbizzon, az előbb említett kórházfejlesztés, vagy éppen csarnoképítés ugyanúgy ebbe a körbe tartozik, mint az Osan körforgalom vonatkozásában annak a bővítése, a 81-es négysávosítása, a 4. stráda lejáró elérése, és hát ugye a déli összekötő út tekintetében pedig annak az elérése, hogy valóban jövő évben már elkezdődhessen az útépítés, ugye a kivitelezésről szóló közbeszerzési eljárást, azt még október előtt kiírtuk, dönteni várhatóan majd tavasszal tudunk róla. Akkor van feladat bőven. Unatkozni soha nem fogunk egy nagyvárosban, de még egyszer, ez egy csapatmunka, ahol a polgármester megköszönve a bizalmat is csak csapatkapitány. Én kérem és hívom is minden fehérvárit arra a közös munkára, amiben megkaptam a segítséget, támogatást, mind morálisan, mind lelkiekben, mind szellemiekben az elmúlt években. Kérem minden fehérvári támogatását a következő esztendőkben is, nem elfelejtve, hogy 100 000-en vagyunk egy csapatban, és ez a mi közös otthonunk Székesfehérvár. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam megkívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!